A több-kevesebb rendszerességgel elszórt, eldobott, kihelyezett, elhasznált fémek, építési törmelékek, háztartási, többnyire elektronikus hulladék helyére, noha azt a szőlőszem mozgalom előbb-utóbb eltakarítja, néhány nap elteltével, rövid időn belül mindig újabbak jönnek, sajnos a történelmi borvidék illegális szemétlerakó helyé vált. Az illegális hulladék lerakó veszélyezteti a környezetet, az élővilágot, hiszen bekerül az ökológiai keringésbe. Ugye legtöbbször a veszélyes hulladékokat szoktuk kiemelni, hogy az akkumulátorok, festékek a problémásak. Ez így van, nyilván egy veszélyes hulladék jóval nagyobb kárt tud okozni, azonban tisztába kell lennünk azzal is, hogy akár a műanyag hulladék, hiszen bomlása során mikroműanyagok keletkeznek, és ugyanúgy be tudnak kerülni a táplálékláncba, tehát az is például problémát jelent az élővilág számára. Hát még a gumiabroncsok, mert hogy már az is van. Az utóbbi hónapok legkülönlegesebb szemetelését fedezte fel Borda Károly szőlőszemes tanya bizalmi a Csötönyi völgy északkeleti bejárata közelében. 60 autógumit rejtett ugyanis a nagy vízelvezető fás dzsindzsás völgyárok. Volt itt lent egy nagyfokú kommunális szennyezés. Műanyag hulladék, fém hulladék, mosógépek, hűtőgépek, mindenféle egyéb a völgyben. Nagyon bántotta a szemünket, már évek óta készülünk rá, hogy felderítsük, hogy egyáltalán ki hordta ide azt a szemetet. Miért rakta ide szemetet, és körülnéztünk a környezetünkbe, hogy van-e máshol is valami ilyen jellegű szemét. És itt a körülnézés kapcsán, itt az erdőben, bent egy olyan 15-20 méterre, a völgyhajlat kezdetén, ott nagy mennyiségű, mint egy 60 darab különböző méretű gumiabroncsot találtunk. Meg is lett az éppen aktuális következő feladat, ezek eltávolítása. Ezt nagy valószínűséggel nem egy valaki hozhatta ide. Fölvetődik a kérdés, már szervezetten, csoportosan követik el ezt a súlyos környezetszennyezést? A lebukás legminimálisabb veszélyével. Nagyon nagy sarkalatos pont van a lomtalanítóknak a megjelenése, tehát tisztába kell lennie minden magánszemélynek azzal, hogy a lomtalanítás kizárólag hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. Sajnos az egész ország területén vannak olyanok, akik önhatalmulag lomtalanítást vállalnak, legtöbb esetben ők a kipakolt családi házat vagy lakást egyszerűen kiviszik egy ilyen területre. Ilyenekből azért rendőrségi feljelentés is lesz, de a többiről általában nem tesznek bejelentést az emberek, mert a végeredményt illetően meglehetősen pesszimisták. Pedig nemrégiben egy átvizsgált szemétkupac során olyan személyes adatra bukkant a rendőrség, amiből könnyen előállítható volt a tettes. Persze ez egyáltalán nem jellemző. Amennyiben a rendőrség tudomására jut az, akár bejelentés útján, akár észlelés útján, hogy illegálisan lerakott szemét van az út szélén, vagy akár egy tisztáson, vagy egy erdőben, azonnal intézkedni fognak. Két eset, amikor bármit is tehetnek, hogyha olyan jellegű háztartási hulladék kerül ki rakásra az út mentén, amely a szabálysértést követel az állampolgár, akkor eljárást indítanak. Természetesen ilyenkor vizsgálják azt is, hogy milyen hulladékok azok. Sok esetben ugye előfordult már, hogy valaki a saját számláját hagyta benne a hulladékba, amivel ugye azonosítani lehet sok esetben az elkövetőt. Viszont ebben az esetben, aminél most itt vagyunk, amikor gumihulladékot vagy építési törmeléket tesznek ki egy út mentén, vagy akár a tisztásra, vagy az erdőbe, akkor ennek az azonosítása sokkal nehezebb. Mindent megtesz a rendőrség annak érdekében, hogy az elkövetőket ilyenkor is kézre kerítsük, és a megfelelő büntetést megkapják. A tipikus szőlészekre, borászokra jellemző szemetelésnek is véget kellene vetni. A veszélyes hulladéknak számító holmiaikat, permetszer maradék, permetszer festék, amit használnak nap, mint nap, azoknak a dobozai, csomagolóanyagai, eszközei, műanyag és fém dobozok. Ne dobálják szanaszét, gyűjtsék össze, és ingyenesen el lehet őket tárolni, és be lehet őket adni a városi hulladéklerakókba. Úgy tűnik, az ingyenes városi hulladék elhelyezés sem elég csábító, a borvidékre kihelyezett konténerek pedig mintha ott sem lennének.